Sziasztok, Máté vagyok, ez a Bombilis Diáklabor. Most a tizedik osztályosoknak a kristálycukorral kapcsolatos kísérleteket mutatok be. Ö, nézzük meg először, hogy milyen szerkezeti felépítése van, utána pedig néhány kísérlettel próbáljuk meg feltárni, hogy valóban így épüle fel. Nézzük meg először az elnevezéseit. Maga a répa cukor, a neve, a hétköznapi neve, de mégsem így szoktuk nevezni. Nagyon sokféle elnevezés van a hétköznapokban. Ezzel sokan vissza is élnek, úgyhogy erre nagyon tessék vigyázni. Ugye ezért volt jó ugye kémiát tanulni, mert ugye a hétköznapokban is el tudjunk igazodni, erre azért a továbbiakban is szükség lesz. Répa cukor, kristálycukor, porcukor, nátcukor, barna cukor, tehát mindegy milyen fantázia néven hozzák forgalomba, ez kémiai értelemben mind úgy egy és ugyanaz. Tehát ne tessék azt hinni, hogy ha barna cukrot veszek, akkor azzal az egészségesebb, és akkor lehet akár fogyok úrázni, nem. Ez mind ugyanaz továbbá ugye, ugye eltérés lehet itt a répa és a nád, ugye itt valamilyen növények jelennek meg. Ez semmi más nem jelent, mint hogy az eredetére utal, hogy honnan, melyik növényből vonják ki. Nálunk ugye a kontinentális éghajlaton ugye répa cukorból vonják ki, a trópusi éghajlaton pedig nádból, tehát egész egyszerűen innen a különbség. A kristálycukor és a porcukor, ne tévesszen meg olyan értelemben senkit, hogy mind a két esetben kristályos ö, maga ez az anyag. Tehát itt egy kicsit megtévesztő az elnevezés. A porcukorban is kristályok formájában fordul elő, csak egész egyszerűen kisebbek ezek a kristályok, tehát fölaprítjuk. Öm a barna cukorról pedig már esett szó. Na nézzük meg, hogy kémiailag akkor hogyan is épül fel mindez. A szőlőcukor az egyik alkotó része. Tehát glükóz, ugye idegen szóval a szülő, szőlőcukor, ez van a vérünkben, tehát az emberek, mm. hát illetve sőt a sejtek, ugye alap tápanyag forrása, ugye a, a szőlőcukor. A másik pedig a gyümölcs cukor, vagy idegen szóval fruktóz. A fruktóz az egy 5-szénatomos cukor, ezt ugye úgy nevezhetjük, hogy pentóz. A szőlőcukor pedig egy hat szénatomos tehát egy hexóz. Na most ennek a kettő molekulának a kondenzációjával fog kialakulni egy egész darab, szaharóz molekula. Tehát a szaharóz az a kémiai neve a répacukornak. Méghozzá, ha megnézzük, akkor itt található ugye két hidroxil csoport, ö, ból ugye vízkilépéssel alakul ki ez az éter kötés, és gyakorlatilag ö, így kapcsolódik össze a két molekula. Nagyon fontos, hogy milyen hidroxil csoportok mentén. Hogy itt van a víz, bocsánat, tehát itt kilépett a víz, Ö, tehát az nagyon fontos, hogy melyik két hidroxil csoport vesz részt ebben a kondenzációs folyamatban, ugyanis mind a szőlőcukor, mind a gyümölcs képes ugye kinyílni vizes oldatában, tehát egyszerűen kinyílik a lánc, és ö, bár itt a reakció után a szaharóz molekulában már zárt formában fordul elő mindig, nem tud már szétnyílni. Ugye ezt a hidroxil csoportot, ahol kinyílik maga ez a gyűrű, ezt nevezik glikozidos hidroxil csoportnak mindkét esetben, és mivel mindkét molekula e tehát ahol kinyílna, azzal a hidroxil csoportjával vesz részt a reakcióban, Éppen ezért már az elkészült molekula már nem tud fölnyílni, ez majd később ez a kémiai tulajdonságát alapvetően meghatározza. Tehát így néz ki az ő szerkezete. Most nézzük meg akkor, hogy valóban jól oldódik-e vízben. Ezt szerintem mindenki tapasztalta már a hétköznapokban, a kémhatását viszont nem biztos, hogy úgy minden nap megszoktuk vizsgálni. Tehát először is egy kevés, 100 ml vízbe teszek porcukrot, és elkeverem. A szaharóz nagyon jól oldódik vízben. Egynek egyébként az a szerkezeti oka, hogy itt ugye nem beszélhetünk ionoknak a megjelenéséről, sőt arról sem, tehát hogy kinyílna ez a molekula, nem fog kinyílni akkor mégis mi a magyarázata annak, hogy jól oldódik? Hát ugye nagyon sok hidroxil csoportja van. És gyakorlatilag ezek a hidroxil csoportok ö, fognak a víz hidrogénkötés rendszerébe beépülni. Tehát e ö, mentén a hidroxil csoportok közreműködésével tud a vízzel elkeveredni. Tehát emiatt tud jól oldódni, mert ö, a hidroxid, a hidroxil csoportjai hidrogénkötéseket alakítanak ki a vízmolekulákkal. Jó? Tehát gyakorlatilag, ha most elkeverem már látszik, hogy nem látszik, ugye a benne lévő feloldatlan kristályok, és porcukrot raktam bele, tehát ö, attól még a kristályai oldottak föl. Csak hogy összekeverjük itt a fogalmakat. Ugye pontosabban a hétköznapi elnevezéseknek a fogalmait próbálom az ellentmondásosságait hangsúlyozni. Tehát ezek is kristályok, és még egy picit keverem, mert még nem teljes az oldódás. Jó. Ö a kémhatás vizsgálathoz elég, hogyha ugye nem teljesen oldjuk fel, tehát most egy pici még azért ott maradt. Nézzük meg, hogy a vizes oldatának milyen lesz a kémhatás. Ugye ebből milyen következtetéseket tudunk levonni. Ha a kémhatás, bár ugye én már ott jeleztem, hogy majd mi lesz a végeredmény, de milyen következtetéseket lehet levonni. Ha savas kémhatást mérnénk, az azt jelenti, hogy valahol Valamelyik hidrogénnyétő könnyen leadja, odaadja a vízmolekuláknak. Így egy egyensúlyi folyamatban, ugye, protonok keletkeznek. Na most, jutnak a vízbe? Ezáltal az oxóniumionok koncentrációja megnő, tehát arra következtethetünk, hogy itt bizony vannak olyan hidrogének, amik könnyen leszakadnak erről a molekuláról. Ja, nézzük akkor, tehát ezt a sárga színű papírt én akkor ide bele mártom, és maradt ilyen sárga színű, tehát gyakorlatilag semleges továbbra is a kémhatás. Ez tehát ö, azt bizonyítja, hogy itt ezek a hidrogének nem fognak ö, leszakadni erről a molekuláról, tehát nem növelik meg az oxóniumion koncentrációt a vízben, sőt egyébként nem is fog fölvenni, mert még ugye elméletileg az is elképzelhető lenne, hogy fölvesz protonokat, és akkor a hidroxidionok szaporodnak fel, ez sem történik, ő csak egyszerűen beépül a víznek a hidrogénkötés rendszerébe, nem nyílik fel, ő nem növeli meg a, se a hidroxid, se az oxóniumion koncentrációt, ő semleges kémhatású Maradt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!